Sziasztok, Zsuzsi vagyok, ez a mai videó egy készülj velem videó lesz. Azt hittem, hogy mostanra már egyébként simán fogok tudni kontaktlencsét hordani, de még mindig nem igazán szereti a szemem, úgyhogy maradunk a szemüveges sminkeknél. Illetve eljött nálam az a pont, hogy így azt mondtam, hogy na, mutatom. Ezt a szemfesték palettát fogjuk használni, ez az Alice Atlantis paletta. A Blend Bunny-tól látjátok, milyen gyönyörű színek vannak benne. Szóval ezzel a palettával szeretnék most egy sminket készíteni, és azért vártam idáig vele, mert arra gondoltam, hogy én ezzel a palettával majd úgy szeretnék sminkelni, hogy látom is, amit csinálok. Mert nagyon erős a szemüvegem, és alig-alig látom egyébként, amit csinálok ilyenkor, hogyha szemüveget hordok, de mivel még mindig nem tudok kontaktlencsét hordani, és ezt a palettát nem akartam tovább váratni, ezért most arra gondoltam, hogy megpróbáljuk, sminkelünk egyet vele, csak így lazán. Illetve a másik, hogy van egy téma, amiről nagyon szívesen beszélgetnék így egy kicsit veletek, nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy néztek-e ilyen tartalmat, mi a véleményetek erről a tartalomról, és ez a téma nem lenne más, mint az underconsumption trend, vagyis az alulfogyasztási trend, ami mit is jelent, hát kezdjünk bele a sminkbe, és akkor közben így elmondom, hogy mit gondolok én erről, miért szerettem volna erről veletek beszélgetni egy kicsit, úgyhogy le is veszem most a szemüveget. Mivel ez most egy jó kis színes smink lesz, ezért a szemsminkkel fogom kezdeni, de először csak így átvésülgetem egy kicsit így a szemöldökömet. Szóval ez az underconsumption trend, ez a TikTokon terjedt el, mint így mostanában minden a social médián a TikTokról ered, és ez azt jelenti, ugye a consumption az mint fogyasztás, és volt, illetve hát még mindig van, és még igazért lássuk be, ez jellemzi a közösségi média felületeket, egy ilyen nagyon-nagyon erős túlfogyasztás. Tehát, hogy tényleg már ilyen végletekbe menő hólok vannak, embertelen mennyiségű ruhát, élelmiszert, szépségápolási termékeket vásárolnak, illetve ezek vásárlására ösztönöznek ezeken a platformokon. Azért szerintem ennél egy kicsit így összetettebb mondjuk ez a kérdés, de nevezzük ezt az overconsumptionnek, vagyis a túlfogyasztásnak. És ennek a hatalmas túlfogyasztásnak az ellentételezésére, vagy ellensúlyozására ezzel szemben jelent meg, hát most már azért így hetek óta lehet látni ilyen kifejezetten a normális fogyasztást bemutató trendek, azok a trendek, amik így arról szólnak, hogy használd ki a termékeidet, ne cseréld le kb. Két naponta a pólót, attól, hogy egyszer felvetted azt az oknit, ki lehet mosni, és még jó lesz, meg lehet varni egy ruhát, amit mondjuk szerettél, és elszakadt, stb. Nyilván most azért egy picit túlzok, mert azt gondolom, hogy az átlag ember azért így általában ezeket így megtette, és általában így használja a ruháit. Ez egyébként az egyik kritika ezzel az underconsumption, vagyis alulfogyasztási trenddel kapcsolatban, hogy itt tulajdonképpen, amit bemutatnak, az egyszerű, hétköznapi, normális embernek úgymond a fogyasztása. Na, de mindjárt haladunk tovább. Szemfestékbázisnak, Danessa Myricks-nak a Colorfix nude-jai közül az egyes árnyalatot, a legvilágosabb árnyalatot fogom feltenni. Általában én egyébként a 3-asat szoktam mostanában szemfestékbázisnak használni, viszont mivel én most szeretnék ebből a palettából ilyen kifejezetten világosokat használni, ja, egyébként nem is mondtam, szóval a szemsmink, amit elképzeltem, ezeket a szürkéket fogom használni, igen, nem pont a legszínesebbeket, és szeretném egy picit ezzel a zöldes ilyen lime árnyalattal majd megbolondítani, meglátjuk, hogy mi jön ki belőle, lényeg az, hogy most nekem kell a világos bázis. Egyébként őszintén én ezzel úgy vagyok, hogy tudom, hogy valaki ezt én kritikaként fogalmazza meg, hogy na hát ez igazából nem is alulfogyasztás, hanem a hétköznapi emberek fogyasztási mennyisége, hát őszintén szerintem teljesen mindegy, bár emellett egyébként ez nyilván egy jó meglátás és egy hasznos meglátás. De azért ennek, ugyanúgy, ahogy kb. Minden TikTok trendnek van valamiféle előzménye. Ha emlékeztek, pár hónappal ezelőtt, talán csak hetekről van szó, még a de-influencing trend ment, amikor megpróbálták az embereket úgymond lebeszélni arról, egy picit így az influencerek így átfordultak, és azt mondták, hogy ne vásároljunk, azért ebből is inkább az lett a végén, hogy ne ezt vedd meg, hanem inkább azt vedd meg, úgyhogy ez még mindig azért így a vásárlásra ösztönöz, vagy, hogyha emlékeztek, korábban volt trend a minimalizmus, ez most már egy kicsit azért kifutóban van, a minimalizmusnak számtalan ága, vagy például a sminkek és a szépségápolás terén, ami még mindig egy nagyon-nagyon élő zsáner, ez a project panning,
angol nyelven rengeteg ilyen videót találtak, ami arról szól, hogy hogyan használják el különböző játékos formában a lányok, a nők a termékeiket. Egyébként Magyarországon is én is szoktam hozni nektek ilyen Project Pending jellegű videókat, de YouTube csatornáján rengeteg ilyen tartalmat találtok. Úgyhogy szerintem ez egy olyan téma, ami azért így folyamatosan így elől van. Első lépésnek ezt a fehér árnyalatot fogom venni, és így a szememnek így a belső részére felpakolgatom. Nem teljesen tudom még pontosan, hogy mi lesz ebből a sminkből, de majd meglátjuk. Egyébként tudatos fogyasztás, under consumption, meg alulfogyasztás, meg termékek elhasználása ide vagy oda szerintem mindig is népszerűek fognak maradni, mindig is népszerűek lesznek a különböző haul videók. Nagyon könnyen fogyaszthatóak ezek a bizonyos haul videók, úgyhogy én teljesen meg is értem, hogy miért szeretik az emberek ezeket nézni. És azt is lássuk be, hogy szerintem van egy réteg, és ezt teljesen megértem, akik azért néznek videókat, pont azért néznek videókat, hogy egy kicsit kiragadja őket így a hétköznapi valóságból. Vagyis nagyon szívesen élik meg, úgy mondjuk akár a gazdagságot, a bőséget, hogy nem a saját életükben, hanem akár a videón nézve. Nyilván mindenki szívesen megéli ezt a saját életében, de mondjuk, hogyha az embernek nincsen erre lehetősége, akkor ez egy felület erre, hogy egy kicsit, egy rövid időre így elfelejtkezzünk, így a hétköznapokról is. Nagyon sokan néznek ám így videókat. Következő lépésnek fogom ezt a szürke árnyalatot, és így fogunk majd egy kicsit így a sötétebbek felé haladni. Szóval szerintem azért ezek a haul videók, meg ilyesmi tartalmak, PR haulok biztos, hogy mindig népszerűek fognak maradni. És amit nagyon érdemes szerintem elgondolkozni, vagy így figyelembe venni, amikor nagyon sokan szídják, vagy nem is tudom, kritizálják az influencereket azzal kapcsolatban, hogy mennyit és hogyan fogyasztanak, és mi az, amit mutatnak a csatornájukon, és hogy ez mennyire nem reális, és mennyire irreális, hogy gondolj bele, hogy nekik ez a munkájuk. Tehát mondjuk, hogyha így a szépségipart nézzük, vagy hát a beauty YouTube-ot, TikTokot, Instagramot, ezeket nézzük, pont azért mutatnak be nagyon-nagyon sok terméket, azért tesztelnek nagyon sok terméket, hogy a végén neked esetleg így ez segítsen ez az információ, hogy hogyan működött az ő bőrén, milyen tapasztalata volt azzal az adott termékkel, úgyhogy ez nem feltétlenül egy rossz dolog, de az biztos, hogy szerintem folyamatosan tudatosnak kell arról lennünk, hogy ez az ő munkája. Az én munkám más, tehát nem kell feltétlenül az én kollekciómat, az én sminkjeimet az ő sminkjeihez hasonlítani. Ugyanúgy ez igaz a bőrápolásra is. Persze, ez egyébként mindenképp tudatosságot igényel a néző részéről. És tisztában vagyok egyébként azzal is, hogy ez nyilván nem ennyire fekete-fehér, tehát hogy azért ez ennél sokszor szerintem bonyolultabb és nehezebb, mert az a média, amit fogyasztunk, az ugye tudat alatt is hat. Na de ezt gondolom, hogy ez is a mi felelősségünk, hogy mi az, amit én megnézek, mennyit nézek belőle, mikor teszem le a telefont, és ez nagyon nehéz egyébként, mert arról szól az egész social media, főleg a TikTok úgy van felépítve, hogy még folyamatosan nézni akard, teljesen kikapcsold az agyadat. De muszáj nekünk fogyasztóknak tudatosnak lenni ezzel kapcsolatban. Lehet azt mondani, hogy fúj média, meg sok mindent lehet mondani, de pillanatnyilag szerintem amit tudunk tenni, hogy én önmagam életéért felelősséget vállalok, és azt mondom, hogy igenis megpróbálom letenni azt a telefont este, és igenis inkább egy könyvet olvasok, vagy nem olvasok semmit, igenis inkább a férjemmel, a barátommal, a kutyámmal, a macskámmal vagyok. Úgyhogy a mi idénkért igenis muszáj visszavenni szerintem nekünk fogyasztóknak, médiafogyasztóknak a felelősséget. Az egyébként egy más kérdés, és nem azt mondom, hogy itt nem lehetne akár a szabályozásokban, meg ilyesmin változtatni, de pillanatnyilag, amit mi tudunk tenni, az ez, hogy én azt mondom, hogy igenis leteszem azt a telefont. Na mindegy, most elmentünk egy kicsit más irányba, mint amiről szerettem volna eredetileg beszélni, de nem baj. Szóval igazából ugye az under consumptionről, vagyis az alulfogyasztási trendről beszéltem. És ez az egyik fontos, amit szerettem volna mondani, hogy ne hasonlítsátok a saját kollekciótokat, a saját sminkjeiteket azokhoz, akiknek ez a munkája. De őszintén szerintem az is tök fontos, hogy ne is várjuk el tőlük viszont, hogy ők is ugyanúgy fogyasszanak, úgymond, mint mi.
mert szerintem nem fair elvárás, mert pont tényleg, ahogy mondtam, lehet, hogy ő azért próbál ki egy csomó dolgot, pont azért tud neked segíteni mondjuk egy-egy videóban, mert kipróbált egy csomó másik dolgot, egy csomó másik terméket. Úgyhogy szerintem mindig csak így érdemes megnézni így a kontextust. Az az igazság, hogy én nem szeretem általában az alsó szemhéjamra úgy felvinni a szemfestéket, hogy még nincs rajta korrektor, de most ebből a hármas árnyalatú Colorfix nude-ból fogok egy picit ecsettel felvinni. Mert hogy közben szeretném azért elkezdeni az alsó szemhéjat is kisminkelni. Mindezek mellett egyébként számomra egyáltalán nem meglepő, hogy megjelent a jelenlegi gazdasági helyzetben, mert hogy azért nem csak Magyarországon vannak ám gazdasági problémák, tőlünk nyugatabbra és tőlünk keletebbre levő országokban is. Szóval a jelenlegi gazdasági helyzet azért így nagyon-nagyon sok embernek nehézséget okoz. És azért szerintem teljesen érthető és teljesen természetes, hogy így jobban megjelentek egy kicsit ezek a trendek, illetve hát emiatt a kis libikóka hatás miatt is, hogy ugye nagyon-nagyon erős volt a fogyasztási trend, most akkor egy kicsit így a másik oldalra is kibillen a hinta, úgymond. De hogy őszinte legyek, szerintem így a social media felületén ez csak egy ideig, óráig lesz így ennyire nagy trend, ahogy egyébként eddig is az volt, hogy igenis lehetett olyan videósokat, olyan TikTokereket, Instagramosokat találni, akik úgymond sokkal inkább a hétköznapi átlagos ember életét mutatták be, és arról beszéltek, ugyanúgy ez továbbra is meg fog szerintem maradni, most van egy ilyen kicsi felfutás ez alatt a címszó alatt, de utána ez majd itt szépen szerintem le fog futni, majd lesz megint valami másik neve, de igazából mindig is volt szerintem a social médiának egy ilyen felülete, ahol így teljesen átlagos hétköznapi emberek, mint ahogy én is itt vagyok ezen a csatornán, és tényleg így teljesen átlagos emberként mutatom be, hogy milyen sminkeket szeretek, és mit szeretek használni. És mi a tapasztalatom egy-egy termékkel, szóval ez eddig is volt, és szerintem ez eddig is meg fog maradni, most van benne egy kis felfutás, de mondom, szerintem ez nem sokáig lesz így, illetve majd úgy is fog érkezni egy másik trend is, másmilyen névvel. Ez egyszerűen így a social médiának szerintem a sajátja. És többek között, ahogy kicsit korábban mondtam, én azért se kárhoztatnám így a videósokat, akik mondjuk tényleg rengeteg terméket mutatnak be és használnak, mert vagy akik bemutatják a kicsit ilyen luxusabb életvitelüket, mert mondom, vannak, akik meg nagyon szeretik ezeket nézni, és számukra ez a kikapcsolódás. És szerintem például pont ez egy ilyen tök jó dolog a social médiában, hogy én például nagyon szeretem nézni az egyszerű hétköznapi embereknek a tartalmát, van, aki meg nagyon szereti nézni a luxus tartalmakat, és ez a kettő tök jól kiegészíti egymást. Egy icipicit még jobban besötétítem feketével, ez most már a fekete a palettából, a külsővét a szememen, és utána csak ide a belső részre fogok egy csipetet rakni abból a bizonyos lime zöldből. Tudom, hogy ez most nem lett egy olyan hű, de színes smink, de valami miatt ez így megfogalmazódott bennem ez a smink, és szerettem volna most már mindenképp kipróbálni. Na, de lányok, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti egyébként milyen tartalmakat szerettek nézni, tehát, hogy ti miért néztek mondjuk YouTube-ot. Kifejezetten információt kerestek rajta, vagy kifejezetten szórakoztatásra, kikapcsolódásra szereted az ilyen luxusabb tartalmakat, luxus influencereket nézni. Nem tudom, hogy létezik-e ez a kategória, de most mi ezt így megkreáltuk, vagy szereted inkább az ilyen kicsit hétköznapi tartalmakat, amiből akár el tudsz önmagad részére, önmagad számára is csenni egy-egy hasznos információt. Vagy esetleg mindkettőt szereted, és akkor így a adott napi hangulatottól függ. Mert lányok, nyilván nem kötelező egyfajta tartalmat nézni. Így se a YouTube-on, se a TikTokon. Na és akkor nézzük ezt a lime zöldet. Ú, de jó! És arra gondoltam, hogy egy picit még itt is így összedolgozom ezzel a szürkés árnyalattal. Remélem nagyjából látjátok, amit csinálok.
mert én nem nagyon, na mindegy. De lehet, hogy még egy kis szürkét vissza fogok hozni, mert nem akartam ezt ennyire kihozni. De nem rossz. Azért ez elég menő. Ez a zöld, ez nagyon tetszik. Na, de azért szeretnék mondani nektek egy-két hátrányát is ennek az underconsumption, vagyis hát alulfogyasztási trendnek. Néztem néhány videót, és eléggé elgondolkoztató szerintem, hogy azért mire érdemes vigyázni, és mire érdemes figyelni. És én itt most kifejezetten a sminktermékekről fogok beszélni, meg arcápolási termékekről. Hát egyfelől, szóval tök jó, hogy az emberek megosztják így azt, hogy ilyen milyen ezer éves palettájukat, szemceruzájukat, szempillaspirájukat használják, de azért nem biztos, hogy annyira jó, hogyha folyamatosan azt reklámozzuk és mutatjuk, hogy 10-20 éves, na jó, a 20 azért az túlzás, de hogy 7-8 éves termékeket hogyan rakunk még az arcunkra. Azért ebben van egy bizonyos veszély, nem azt mondom, nem minden esetben lesz az embernek ettől baja, nekem is nem feltétlenül szoktam minden sminktermékemet lecserélni, amikor lejár úgymond így a lejárati dátum, de azért őszintén igyekszem arra figyelni, hogy itt a csatornán azért ne nagyon mutassak nektek olyat, ami már tényleg ilyen nagyon-nagyon régi termék. Eleve nem is érdekelne szerintem sok embert, mert már úgyse tudja beszerezni, de hogy ebben van egy ilyen egészséges középút szerintem. Ez egyébként nagyon nehéz szerintem így a social médiában, legyen szó Instagramról, legyen szó YouTube-ról, egyszerűen iszonyatosan nehéz átadni így az árnyalatokat. Tehát ebben most simán ki lehetne akár azt ragadni, hogy én azt reklámozom, hogy akkor lejárt termékeket használjunk, pedig pont ez az, amit szeretnék mondani, hogy ésszel, azért így ésszel, mert okozhat bajt, problémát. És közben azt se szeretném viszont mondani, mert szerintem az se oké, hogy ott van mondjuk egy lassan 20 000 forintos Anastasia Beverly Hills szemfesték paletta, amin az van rajta, hogy 6 hónapig jó a szavatosság a felbontástól. Most ezt tényleg csak 6 hónapig lehetne használni? Hát, hogy őszinte legyek, szerintem nem. És szerintem a legtöbben nem dobják ki 6 hónap után a szemfesték palettáikat. Nyilván itt terméke válogatja, lehet mérlegelni, hogy mit hol használunk, mennyire okozhat problémát, és mennyire valószínű, hogy valóban problémát fog okozni. Na végre tudok egy sminkhez használni szürke szemceruzát, nagyon ritkán használom, pedig szerintem nagyon izgalmas, igazából csak az alsó vízvonalamra fogom feltenni ezt a Catrice szemceruzát, ennek az az árnyalatnak a neve, hogy Grey Z. És csak ide az alsó vízvonalra, lehetne feketét is tenni, de én valamiért most azt gondoltam, legyen inkább ez a szürke. És szerintem akkor a szemsminkkel így meg is vagyunk, illetve hát még jön majd a szempilla spirál, de azt majd a legvégén fogom csak feltenni, úgyhogy gyorsan az arcsminket is csináljuk meg. Egyfelől felteszem a Regi Beauty primeremet, ez egy ilyen nagyon jó kis hidratáló primer, illetve egy kicsit a, gyorsan akartam mondani, a pórusokat feltölti. Szóval az egyik hátránya így igazából az, hogy azért így szerintem mindenképp fel kell hívni a figyelmet arra, és igenis fontos, hogyha valaki social médián tartalmat csinál, hogy ezért ne azt reklámozzuk, hogy a 8 éves rúzsodat használt. Lehet, hogy egyébként tényleg nincsen semmi baja, de azt szerintem megint csak egészen más, hogy ezt így kirakom-e a social médiára, illetve esetleg másokat is erre buzdítok. Vagy pedig arról beszélünk, hogy azért így felelősen, mert azért így az egészség az igenis a legfontosabb, és szerintem inkább ne tegyünk akkor fel rúst, hogyha úgy érezzük, hogy már a szaga nem jó, vagy valami probléma van vele. Most ez csak egy példa volt, de ugyanez igaz alapozóra, komolyan inkább semmit, mint valami romlott terméket. És mondom mindezt úgy, hogy nem feltétlenül gondolom, hogy 6 havonta ki kéne dobni a szemfesték palettáinkat. Egyszerűen csak ésszel, lányok. Na és ez a nehézség, hogy social médián sokszor ez nem megy, szóval a következő alapozó, egy ilyen jó kis régi alapozó, most felteszem a Catrice-nek ezt az HD Liquid Coverage alapozóját. Ez egy ilyen jó kis régi Holy Grail alapozó. A másik, ami szerintem így hát nem ekkora nagy probléma, de mégis így fontos vagy érdekes lehet erről beszélni, az így kifejezetten így a Project Pennereknél, vagyis azoknál a személyeknél, azoknál a videósoknál láttam, akik
ugye arra törekszenek, hogy minden terméküket elhasználják, amikor elkezdenek elhasználni egy olyan terméket, amit igazából nem szeretnek. Sajnos egyébként bevallom, hogy ebbe a hibába én is hajlamos vagyok beleesni, ami azért vicc, mert hogy közben meg ott van rengeteg mondjuk olyan alapozóm, amit meg szeretek, aminek meg jó az árnyalata, ami meg működik, és akkor most minek küzdök itt, nem itt, mert ezt az alapozót szeretem, de hogy hajlamos vagyok mégis arra, hogy hú, ezt a terméket nem szeretem, legyen az bármi, de azért, hogyha nagyon így, vagy nagyon úgy használom, akkor azért tudom használni. És akkor használjuk el, mielőtt elhasználnám azt, ami meg igazán jó. És addig, ami viszont igazán jó, az addig áll a polcon. Szóval, hogy ennek, tudjátok, mennyi értelme van? Nulla. Semmi. Mert legfeljebb azt tudom elérni vele, hogy szépen megromlik az, amit meg tényleg szeretek használni. És sajnos mondom, én is ebbe hajlamos vagyok, ebbe így beleesni, de nagyon sok ilyen videósnál láttam, akik ilyen tartalmakat töltenek fel. Még az is, aki azt mondja, aki ugyanazt csinálja, mint én, hogy beszél arról, hogy ezt ne csináld, és a végén mégis egy olyan szemszerűzet fog választani elhasználásra, amit igazából nem szeret. Most ez csak egy példa volt. Úgyhogy őszintén nekem ez egy ilyen fontos pont így a kollekciómmal kapcsolatban, hogy így mi, merre, hogyan alakuljon, mert én szeretem azért úgy évente átnézni, meg így mostanában az utóbbi időben szeretem egy kicsit így ilyen videókon kívül is úgymond szanálni a termékeimet, tehát hogyha egyszerűen a kezembe kerül egy paletta, akkor ne gondolkozzak ezen annyit, tudom, hogy igazából mondjuk egy évben kétszer használom, és azt is csak azért, mert azt gondolom, hogy tudatosan elő kell vennem. Szóval, hogyha így mélyen a szívembe nézek, akkor abszolút tudom, hogy melyik az a termék, amit szeretek használni, és melyik az, amit nem. És hogy éppen ezért lehet, hogy sokkal jobb, hogyha megválok azoktól a termékektől, főleg abból, amiből nagyon sok van, amit igazából nem szívesen használok. Meg nagyon hajlamos vagyok arra, hogyha például van egy drágább termékem, mint például ott van a gyönyörűséges Armani alapozóm, akkor azt ne használjam, mert nehogy már elfogjon, nem? Tehát teljesen logikus, ja nem. Úgyhogy például most ebben a hónapban azt kifejezetten sokat is használom. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor én mostantól csak Armani alapozót fogok használni, mert az a szerencse, ennek én tényleg nagyon örülök, hogy annyira jó, szuper drogériás termékek is vannak, és nem feltétlenül mindig arra az alapozóra vágyom egyébként, de annak sincs értelme, hogy azért nem használom, hogy nehogy elfogjon. Ez egyébként az én egyik új kedvenc krémbronzerem, amit most felteszek, ez a Catrice-nek a krémbronzere. Kicsit sajnáltam egyébként, hogy a Catrice-nek ebben a nyári kollekciójában nem jött ki szemfesték paletta, másfelől meg nagyon örülök neki, de egyébként szuper kollekció lett, szóval, hogy nem csak a bronzerük szuper, hanem nagyon jó a szájfény is benne, vagy ilyen ajakolaj, nagyon jó a bronzer paletta is, úgyhogy ez jó lett a Catrice-től. Amit most felteszek az arcomra, az egy ilyen krémpirosító, ez a Berry M-nek a krémpirosítója, elvileg lehet használni szájra is, de én nem annyira szeretem. Na, most már egyébként mindjárt befejezzük a sminket. A kontúrnak most fogom használni a Catrice-nek ezt az arcpalettáját, amiben lehet, hogy ezek egy kicsit világosak, bár szerintem azért ez az árnyalat nem lesz olyan nagyon világos, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan mutat. Ugye jó kis tükör van benne. Jó, ezt teljesen lehet így ezen a bronzeren használni. Ez tök oké. Ezt a palettát egyébként most forgattam be, úgymond. Nem tudom, hogy ez jó szó-e, hogy most forgattam be. De most van a csatornámon egy ilyen termékek, amiket szeretnék 24-ben elhasználni, illetve hát ugye ezt így év elején kezdtem, és akkor pont most hoztam egy ilyen update-et. És az update-ben például lecseréltem néhány terméket, és az arcpalettát is, amit eddig használtam ilyen fókusz arcpalettának, azt lecseréltem erre a palettára, úgyhogy ezért szerettem volna mindenképp kipróbálni, hogy ez a kontúr árnyalat, ez most így hogy működik nekem, de szerintem szépen működik, szerintem rendben van. Na lányok, highlighternek ezt a gyönyörűséges MAC palettát fogom használni, és melyik legyen? Legyen a bronzos. Valahogy mindig kinyitom, és ez a bronz, ez annyira szép, mert ugye ezt a bronz árnyalatot azért inkább így nyáron tudom használni. És szerintem tök jól néz ki ezzel a lime-mal egyébként. Szóval inkább nyáron tudom használni, és mindig ezért aztán ezt választom.
Egyébként tök jó, bevallom, én még nem is láttam teljesen a szemsminket, mert hogy még nem volt rajtam szemüveg. Akkor gyorsan felteszem a pudert, lefixálom az arcomat, jövök vissza, és megnézzük, hogy milyen lett a végleges smink, illetve hát keresek valami rúst hozzá. Szerintetek milyen rúzs legyen? Valami nódos rúzs legyen? Na majd megnézem, hogy mi lenne igazán jó ehhez a sminkhez. Na, elkészült a teljes smink, így néz ki ugye szemüvegben, de azért leveszem a szemüveget, és megmutatom nektek így is. Úgyhogy ez egy ilyen kis matt smink lett, azért ebben az Alice Atlantis palettában főleg matt árnyalatok vannak, de mielőtt rátérnénk a palettára, mutatom nektek, hogy használtam púdernek ezt az Essence púdert, ez egy jó kis régi púder, úgyhogy a Project Pennerek egyébként innen kapták a nevüket, innen vették a nevüket, hogy ezt hívják pennek, vagyis ez a kis tégely, amiben benne van maga a termék, és akkor, hogy ez szokott lenni általában az egyik cél, hogy elérni ezt a tégelyt, mert ugye ez akkor történik meg, amikor már eleget használtad a terméket, úgyhogy innen látszik, hogy az ember valamit szívesen használ le, hogy kikandikál-e már a tégely, egyébként nem feltétlenül már vannak termékek, amiken iszonyat nehéz elérni az alját, meg nem is igazából ez a cél. Szóval szájra viszont használtam egy szájceruzát, ez a NYX-nek a szájceruzái közül az Ambition Statement árnyalat, és ez a gyönyörűséges Lifter Gloss a Moon árnyalatban, 003-as Moon árnyalat, annyira szép. Úgyhogy ez a kombó, és szempillaspirálnak egyébként ezt a Bell Hypoallergenic szempillaspirált szoktam mostanában használni. Egyikőtök írta nekem, és szerintem nagyon-nagyon igaza volt. Én régen nagyon szerettem az Essence szempillaspirálokat, és a mai napig nagyon szeretem az Essence szempillaspirálokat, viszont most elég érzékeny volt a szemem, és tényleg az Essence szempillaspirál egy picit birizgálta. Nem volt vészes, de egy picit birizgálta, és akkor elkezdtem valami olyasmit keresni helyette, ami azt gondolom, hogy esélyes volt, hogy ne piszkálja a szememet, és ugye a Bell Hypoallergenicnek a termékei alapvetően ugye pont erről szólnak, hogy ne irritálják az embert. Ezért én ezt választottam, ez a vegán kollagén volumizing maszkara, vagyis egy ilyen dúsító szempillaspirál, mondjuk, amit én annyira nem szeretek benne, hogy ilyen szilikon feje van, de egyébként nem szúrja a szememet. Én általában azért nem szerettem a szilikon fejű szempillaspirálokat, mert egy kicsit tudják szúrni ott a bőrömet, amikor applikálom, de ez nem, úgyhogy ez nagyon kis, egyelőre nagyon bevált nekem. Na de mielőtt lezárnám még a videót, ugye most használtam videón először ezt az Alice palettet, egyébként már elég sok sminket készítettem vele így videón kívül. Igazából most nem sok színt használtunk, hanem ugye ezeket a szürkéket, ami szerintem egyébként nagyon izgalmas tud egy szürke smink lenni, egy matt smink is nagyon izgi tud lenni, meg ezt a nagyon kis izgalmas ilyen lime sárgát, de még fogok hozni ezzel a palettával sminkeket, mert szerintem egy nagyon izgalmas kis paletta. Na és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy szeretitek ezeket a kis beszélgetős tartalmakat, mert az igazság, hogy van most egy-két téma, amiről én szeretnék még nektek ilyen beszélgetős videót hozni, ilyen kis készülj velem videó keretében. És persze nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a ti véleményetekről erről a trendről, mi a véleményetek az influencereknek a felelősségéről ebben a kérdésben, így mármint abban a kérdésben, hogy így a fogyasztói társadalomban hol van az ő szerepük, vagy hol van a szerepük így abban, hogy te személy szerint mit veszel meg, vagy nem veszel meg, vagy úgy általában, szóval, hogy ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok a gondolataitokra, úgyhogy nyugodtan osszátok meg itt a videó alatt. Szóval remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!